Most pedig Nagyváradra megyünk, hiszen a Független és a Kisebb Színházi Társulatoknak az anyaországból és Erdélyből nyújt, hát mondjuk így megjelenési lehetőséget a Független Színházi Napok című rendezvénysorozat. Erről szólunk most. Ez Eugen Ionesco Székek című abszurd drámájának mozgásszínházi feldolgozása, a Marosvásárhelyi András Lóránt Társulat egyik korábbi előadása. A három szereplős kamaradarabot előadó Táncszínházi Társulat újfajta kifejezésmóddal, gesztusművészettel mutatkozott be a Szigligeti Színházban 2 évvel ezelőtt. A marosvásárhelyi fiatal végzősökből alakult társulat zenével, tánccal meséli el egy emberpár élettörténetét. Az emberi viszonyokat emeltük ki, igazából azt, hogy ebbe az utolsó órába ennek a két embernek mi volt fontos az életébe, hogy nézett vissza, hogy tekintett vissza az egész letelt időre, hogy élte ezt újra, ki kit hibáztat, miért hibáztat, miről maradtak le az életben. Mi az, amit jobbá, szebbé tettek volna az életükben, erről szól lényegében. Tehát ezt fogalmazza meg nagyon erőteljesen Ionesco, az a jellemek által, akiket behoz. Mert az eredeti darabban ő behoz embereket. Tehát a székek azok emberek igazából. A 2012-ben önállósodott Nagyváradi Szigligeti Színház megalakulása óta fontosnak tekintette, hogy nyitott legyen az összművészetek iránt, és befogadja az alulról építkező színházi kezdeményezéseket. Tavaly a Marosvásárhelyi Spektrum Színház és a Sepsiszentgyörgyi M Studio Erdély első hivatásos mozgásszínháza lépett fel Nagyváradon. Az a nyitottság, illetve annak a formanyelvnek a befogadása, amit ezek a független társulatok képviselnek, ettől a szövegcentrikus közlésmódtól való eltérés vagy eltávolodás is gyakran egy olyan formanyelvet hoznak létre, melyel könnyebben tudunk, vagy tudnak ők is kommunikálni a felnövekvő, vagy a velünk együtt élő újabb generációval, akik már a képekben gondolkoznak. A kortárs táncművészet kiemelkedő műhelye a budapesti Pataki Klári Társulat Csendélet című alkotásával mutatkozott be tegnap este a Nagyváradi Szigligeti Stúdióban. A társulat egyedi forma nyelvéről ismert. Nagyon a saját testemből kiindulva keresem meg a mozdulatokat, próbálok mindig minden témához új helyzeteket, új képeket, új mozdulatokat megteremteni, és valahogy ebből állítólag kijön valami egyedi mozgásnyelv, de olyan, mint egy ilyen csodálatos csendélet, mondjuk egy németalföldi virágcsokor, ami látszólag gyönyörű virágzik, de már ott hordozza az elmúlás jeleit. Az elején is van egy ilyen szép, könnyed rész, de aztán a végén is bejön egy ilyen nagyon gyors, már majdhogy nem fizikailag pajkos tempójú tétel, és a végén meg nagyon szépen lecsendesül, illetve a Klárinak a... Én azt szoktam mondani, aki nem ismerni a Klárinak a munkát, hogy nagyon filmisztikus, tehát nagyon filmes a Klári nekem, mint hogyha egy filmet néznék színházba, vagy akár egy filmben szerepelnék. Tehát nem feltétlenül van minden összekötve. Képek vannak, képekből lehet asszociálni, belülről is. A Független Színházi Napoknak köszönhetően a Szigligeti Színházra felfigyelt a Romániai Nemzeti Táncközpont. Ennek eredményeként az általuk szervezett márciusi táncházi fesztiválon is részt vesznek. Ezt követően pedig közös táncprodukciót hoznak létre a Nagyvárad Tánc Együttessel.